Mit tegyél, hogyha nem érzed jól magad a bőrödben? Szatnám, a nevem Navrács, kundalini jóga oktató vagyok, mentálhigiénés segítő, és kundalini jóga tippeket, meditációkat, lifehackeket osztok meg itt ezen a csatornán. Most pedig egy olyan meditációt fogok veled megosztani, ami segíthet ezt a kérdést megválaszolni. Ugye az a kérdés, hogy mit tegyünk, hogyha nem érezzük jól magunkat a bőrünkbe, a jogikus megközelítés szerint viszonylag egyszerű, a megoldás az nem mindig, de hogy a jogik úgy közelítik meg, hogyha nem érezzük jól magunkat a fizikai testünkbe, a bőrünkbe, ugye, az a lényünknek csak a 10%-a. Tehát a fizikai test a lényünknek a 10%-a. Az összes többi, 90% az nem fizikai természetű. Tehát ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, dolgoznunk kell a fizikai testtel és a maradék 90%-kal is. Természetesen első körben mindig jó az, hogyha végzünk valami fizikai mozgást, testmozgást. Erre a jóga kiváló gyakorlatokat tud adni, különösen a kundalini jóga, ami nagyon jól megerősíti a fizikai testet. Ott van az elménk, amely mindent elkövet azért, hogy ne érezzük jól magunkat, hogyha nem uraljuk az elménket. Jó, ott van a légzés, amivel feltölthetjük a prána testünket. Ott van az aura, amivel nyugalmat, bizalmat, önbizalmat tudunk kisugározni, stb. Tehát a kundalini jógában úgy tartjuk, hogy a fizikai test mellett van 9 másik energetikai test, és ezekkel mind dolgozni kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Hogyha ezt a 10 testet ki tudjuk egyensúlyozni, akkor egyensúlyba kerülünk magunkkal, egyensúlyba kerülünk a világgal. És ez a meditáció, amit most megosztok veled, vagy veletek, ez egy olyan gyakorlat, ami a légzésen keresztül nyugtatja le az elmét, és abban segít, hogy jelen legyünk az itt és mostban, energetizáljuk az energiatartalékainkat, töltsük fel, energetizáljuk a fizikai testünket, és kiegyensúlyozzuk az elménket, hogy hatékonyan tudjunk létezni és működni. Jó? A gyakorlat az maga nagyon egyszerű, már is mutatom. Helyezkedj el kényelmes ülésben, ez lehet egy könnyített ülés, keresztezett lábakkal, hogyha ez nehezedre esik, akkor ülhetsz egyenes háttal, széken, ilyenkor a lábak legyenek párhuzamosak, és teli talppal ülj a földön. A lényeg az, hogy a gerinc legyen egyenes, húzd ki magad, nyisd a mellkast, az álladat húzd be finoman a torok irányába, és a bal kezet hozzuk a mellkas elé, a jobb kezet pedig rátesszük a bal kéz fejére, jó? És a hüvelykújakat összeérintjük. A hüvelykúj a jogában az egót képviseli, és amikor a két hüvelykújat finoman összenyomjuk, akkor ez úgymond semlegesíti az egónkat, tehát az elménk elkezd lecsendesülni, jó? És maga a gyakorlat az úgy néz ki, hogy egy picit van nyitva a szemünk, így az orrunk irányába nézünk, egy tizednyire nyitva van a szem, éppen csak, hogy beszűrődik egy kis fény, és veszünk egy mély belégzést, és betartjuk a levegőt 10 másodpercig, és utána fújt ki teljesen a levegőt, és tarts ki 10 másodpercig. És így folytasd. Hogyha sok a 10 másodperc bentartás, és a 10 másodperc kintartás, akkor kisebb időkkel is haladhatsz. Az a lényeg, hogy belélegzel, bentartod egy kis ideig, kilélegzel, kintartod egy kis ideig a levegőt, és a karok párhuzamosak a talajjal. Jó, tehát akár 5-6 másodpercig is tarthatod bent vagy kint. Most pedig végezzük együtt, mély belégzés, tarts bent,
Az a lényeg, hogy ne legyen nyomás a tüdődön, a mellkasodon, a torkodon. Fújd ki teljesen a levegőt. Tarts ki. Mély belégzés. Tarts bent. Mély kilégzés. És tarts kint. Mély belégzés. Tarts bent. Mély kilégzés. Tarts kint. Mély belégzés. Tarts bent. Mély kilégzés. Tarts kint. És így folytathatod akár 11 percig is. Még egy-két alkalommal végezzük el közösen. Mély belégzés. Tarts bent. Kilégzés. Tarts kint. Mély belégzés. Tarts bent. Mély kilégzés. És tarts kint. És végy egy hosszú mély belégzést, és a kilégzésre lazítsd a pózt. Ez a gyakorlat fel fog frissíteni feltölt pránával. Eleinte lehet, hogy elfáradsz tőle, ne erőltesd, kezd 3-5 perccel, aztán fokozatosan növeld fel 11 percig, és meg fogod tapasztalni azt, hogy mennyire visszahoz a jelenbe. Ilyenkor az elménk produktívá válik abban az értelemben, hogy hatékonyan fogunk tudni dolgozni. Az egész meditáció maga a hatékonyságról szól, hogy legyünk frissek, mentálisan fittek, és tudjuk elvégezni azt, amire szükségünk van. Hogyha szeretnél ehhez hasonló gyakorlatokat végezni, csatlakozz hozzám. Április 16-án indítok egy 8 hetes Kundalini Yoga kurzust, aminek a témája a testi-lelki felfrissülés, ilyen és ehhez hasonló gyakorlatokat fogunk végezni. Persze összekötjük joga gyakorlatokkal, és minden órán valami izgalmas kriát, meditációt fogunk használni. Az órának a leírását megtalálod a bióba, hogyha a nevemre kattintasz, ott a linken megtalálod a leírását a kurzusnak, és hogyha csatlakoznál, akkor szeretettel várlak. Satnam. És kérlek, ha tetszett a videó, akkor mentsd el, illetve dobj egy lájkot, ha pedig megosztanád a barátaiddal, akkor egy különös kedvezményben részesülsz, hogyha vele visszajut a kurzusra. Satnam, szia!